Ma lenne 80 éves Latinovics Zoltán. Számtalan filmben és darabban játszott, már 3 éves kora óta szavalt, versmondási stílusa egyedi volt, amit még ma is tanítanak a színészképzéseken. Latinovics Zoltán 45 évesen halt meg, máig vitatják, hogy öngyilkos lett-e. Remélem, holnap újra látjuk egymást. Részlet a Szimbádból, Latinovics Zoltán egyik legismertebb filmjéből, 1971-ből. Halála előtt 6 évvel forgatta már betegen. Attól érdekesek ezek a képek, hogy nem feltétlenül ugyanígy vannak bent a filmben, hiszen nem a kamera képei ezek. Hanem... Ezek a fotók is a Szimbádból készültek a forgatás alatt. Szigeti Gábor színháztörténész otthonában több 10 000 olyan fotó van, amely Latinovics Zoltánról megmaradt. Ezt a képeslapot például az utolsó színházi bemutatója után írta a rendezőnek, de már nem küldte el. Szigeti Gábor szerint Latinovics egész életében őszinte volt, sokan ezért nem szerették. Tudta, hogy becsületesen kell élni. Diktatúrában, demokráciában, bármikor. És ezt azt jelentette számára, hogy mindig, minden körülmények között kimondta az igazságot. Szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valaki. Latinovics Zoltán neve összekapcsolódik a magyar versmondással. Lennék. Stílusa, minta az iskolákban, valaki. És a színész szakmában is tanítják. Hoho, csak elaludni nem. Akkor végem van. Latinovics sokat vitatkozott a mindenkori hatalommal, mert másfajta színházat szeretett volna, de a kortársai nem értettek vele egyet, és ez felőrölte az idegeit. 1976-ban egy vonat gázolta el Balatonszemesen. Máig vitatják, hogy öngyilkos lett, vagy véletlen baleset volt. 45 évesen halt meg, ma lenne 80 éves.